A közös akarat legyőzi a nehézséget. Ez lehetne az idei szekszárdi születi napok mottója. Bár számos akadály merült fel az előkészítés során, minden szervező egy célt látott maga előtt, azt, hogy az idei évben térjen vissza a város ikonikus rendezvénye olyan szintre, ahogy ezt a korlátozásokat megelőzően jellemző volt, és ez sok esetben írta fölül az egyéni érdekeket. Ezzel a gondolattal indította Gyurkovics János szekszárd alpolgármestere azt a tájékoztatót, melyen az idei szekszárdi születi napok részleteiről számoltak be a szervezők. Berlinger Attila, a Babits Mihály Kulturális Központ igazgatója azt mondta, jelentős kompromisszumokat kellett kötni szinte minden téren azért, hogy egyáltalán létrejöhessen az idei programsorozat. Szeretném hangsúlyozni és egyúttal köszönetemet mondani minden olyan partnerünknek, aki hozzájárult ahhoz, akár kemény viták, kompromisszumok árán is, hogy újra megvalósulhat. Ez a nagyszerű Dél-Dunántúl talán legnagyobb kulturális fesztiválja címet is elnyert ünnepség. Szeptember 15 és 18-a között újra a Béla Király téren láthatóak a kiváló szekszárdi borászatok, a nagyszerű szekszárdi vendéglátósok, újra lesz szüreti felvonulás, újra kitelepül egy hatalmas vidámpark, autókiállítás, és természetesen a kulturális programoknak helyet biztosító nagy színpada négysávosan a múzeum előtti területen. Nem titkoljuk, hogy egy nagyon hosszú folyamat volt, éreztük azt a jó értelembe vett elvárást és vágyakozást nem csak a szekszárdiak, hanem attól a rengeteg ide látogató vendégünktől is, akik legutóbbi információink alapján megtöltötték szinte valamennyi szálláshelyet Szekszárdon, és szeretnének újra hazajönni, egy kicsikét meglátogatni a barátokat, a családot, és jó hangulatban tölteni egy néhány napot egymással, ami ebben az időszakban mindenféle nehézség ellenére is úgy gondolom egy nagyon örvendetes és egy nagyon-nagyon sokunk által várt hétvégét fog jelenteni. Szükségünk van a születi napokra, szüksége van a városnak, hogy megmutassa a legszebb arcát, a hagyományait, a kiváló ízeit, a kiváló borokat, néptáncot, néphagyományt és minden olyan elemet, az egyesületeink, iskoláink bemutatkozását, a születi felvonulást hosszan lehetne sorolni. Ezeket a fontos elemeket, amitől a szekszárdi születi napok az, ami, és azzal a reménnyel is szervezzük ezt meg, hogy ez az összefogás minden bizonnyal a következő években is jellemezni fogja, egy jó alapot képez arra, hogy tovább folytassuk ezt a jeles eseményt. Az önkormányzati támogatás mögött jelentős a gazdasági szféra segítsége is a közel 70 millió forintos költségvetésű programsorozatnak. Bár számarányát tekintve nőtt a támogatók köre, összegszerűségében jelentősen csökkent, ami tükrözi a jelenlegi állapotokat, hangzott el. A város teljesítő képességének a maximumát nyújtotta a anyagiakban, és a másik része a dolognak, hogy beleálltunk a szponzorok, támogatóknak a felkutatásába. Az eddigiektől eltérően egy nagy színpadon futnak majd a jelentősebb programok, mely a múzeum előtt kapott helyet, míg a Béla Király tér a borkóstolásnak és az ételek elfogyasztásának lehet helye. Tulajdonképpen ott folytatjuk, ahol abba hagytuk 2019-ben, akkor is 17 pavilonban állítottunk ki. Jelenleg is 17 pavilonban 35 kiállítónk van. A 35 kiállítónk közül 29 szekszárdi pincészet lesz, de találkozhatunk 4 tolnai borvidéki pincészettel is. A tolnai borvidékről a pincészeteket nagyon szívesen látjuk a szekszárdi születi napokon, mivel a szekszárdi borászok erősen vörösboros dominanciájúak, és így a vendégek viszont, ha keresik, akkor fehérborokat is széles ívben találhatnak a tolnai borvidékek standjánál. 5 szekszárdi étterem biztosítja majd az ellátást az Ízek utcájába. Nehéz időszak, nehéz feladat, 2 hete volt egy egyeztetésünk. Megtalálni a megfelelő kínálatot, hogy minden rétegnek tudjunk olyan ételt biztosítani, amit meg is tud fizetni, olyan beszállítói árak mellett, amiket napról napra, tehát hogy heti esetekben napi árakat kapunk egy-egy termékre, nem lesz egy egyszerű helyzet, de bizakodóak vagyunk. Az idei születi napokat egy hosszú egyeztetés, hogy őszinte legyek, vita előzte meg. De végül is megtaláltuk azt gondolom azt az arany középutat, hogy mind a szervező, mind a fenntartó, mind az ott résztvevő borászok, vendéglátósok tulajdonképpen kicsit engedtek abból, ami az ő részükre, és egy egészséges kompromisszummal tudunk neki menni ennek a rendezvénynek. A program kísérő rendezvényeként ismét sor kerül a Tolna megyei képzőművészeti triennálére is.
A Tolna megyei Népművészeti Egyesület, mint ahogy már a sajtótájékoztatón is elmondtam, hosszú évtizedek óta részt vesz a Szekszárdi Születi Fesztivál programjain, a kiállításaival. De nem csak itt állítunk ki, jelenleg is vannak máshol kiállításaink. Az, hogy megmutatkozzanak a népművészek, hogy milyen szinten végzik a munkájukat, az nagyon fontos. Egyrészt saját magukat tudják ezzel bemutatni, reklámozni, és fel tudják mutatni azokat a helyi értékeket, amelyekből kiindulva megújítják, és a mai kor számára használhatóvá teszik az elkészített tárgyakat. Minden évben nagy várakozás előzi meg a fellépők névsorát. Nos, következzék egy rövid névsor, ki mindenkit láthat a nagyértelmű a négy nap során. Itt lesz Berecki Zoltán, Radics Gigi, a Tárkányművek és a Punani Masszív. De lesz német nemzetiségi kórus találkozó, és természetesen fellép számos szekszárdi kulturális egyesület, valamint láthatja a közönség a Cinege Madár népdal éneklési verseny kiemelkedő alkotásait. A tájékoztatón elhangzott, bár számos híresztelés látott napvilágot az elmúlt időkben, ma már egyértelművé vált, hogy egy-két kisebb program kivételével nem kell belépő díjat fizetni a szeptember 15-én induló négy napos szekszárdi születi napok programjaira.